Nos, hát ugye tegnap mozgalmas nap volt a Vasas labdarúgó csapatának házatáján. Nálad ez hogy csapódott le, hogy tájékoztattak arról, hogy tulajdonképpen te lettél a csapat vezető edzője? Hát edzés után, amikor ma hazafelé tartottam, akkor Domonyai László hívott, hogy Kis Károlyt felmentették a munkavégzés alól, és hogy ezen a héten a két mérkőzésre nekem kéne irányítani a csapatot, hogy vállalom-e. Mondtam, természetesen vállalom. Utána a tulajdonossal is beszéltem, és ő ugyanezt elmondta nekem, hogy jó lenne, hogyha valami megmozdulna a csapat házatáján, és kimozdulnánk a gödörből. Nyilván nem olyan egyszerű a helyzet, mert ennyi időt mit lehet csinálni tegnapról mára, ráadásul holnap egy nagyon fontos mérkőzésünk van. Nagyon szeretném, hogyha a pár percben, amit az öltözbe fogok mondani a srácoknak edzés előtt, az valamit átragadna rájuk, és ezt holnap viszont láthatnám a mérkőzésem. És sokakban felmerül, hogy ez most ideiglenes megoldás, vagy hogyha esetleg jól alakulnak a dolgok, akár tartósan is te maradhatsz a vezetőedzőről, most mit tudsz mondani jelen pillanatban? Hát annyit tudok mondani, hogy licenszem nincsen vezetőedzői szerepkörre, és erre a két meccsre szól a felkérésem. Ja, nyilvánvalóan, ha valaki, akkor te a lehető legjobban ismered a csapatot, ugye Öning mester mellett, illetve Kis Károly mellett is az elmúlt hónapokban végig itt voltál, biztosan volt olyan dolog, amit te már akkor is úgy gondoltál, hogy máshogy csinálnál, szerinted mi az, amiben máshogy kell egy kicsit akár hozzáállásban, akár játékban a fiúknak hozzáállniuk? Hát kétszer is elhangzott a szádból a szó, amit én a legjobban szeretek, a hozzáállás. Én ebbe várok változást, és nyilván ehhez kell a mentalitás, ezt kell a srácoknak előtérbe helyezni. Nyilván én megváltoztatni nem tudom, hogy a képességeiket talán még hosszú idő alatt sem, nem is ez a célom. Nekem az a célom, hogy most megértsék azt, hogy ez az egész miről szól, hogy ez a Vasas, és nem vagyunk a lehető legjobb pozícióban, legjobb helyzetben. Itt épül a stadion, itt mindenkinek meg kell markolni, mert lába között van, és ezen a héten nagyon keményen oda tenni magukat. Ugye már említetted, utaltál itt a holnapi Moson-Magyaróvár elleni mérkőzésre. Mi az, amit lehet róluk tudni? Ugye a tabella legalján tanyáznak, de hát azt hiszem, hogy pont mi a saját kárunkon tapasztaltuk, hogy ebben az NB2-es bajnokságban aztán senkit nem lehet lebecsülni. Bárki bárkit megverhet ebbe az NB2-es mezőnybe. Tudjuk, hogy az Óvár utolsó, de hát igazából tudnak ide jönni hozzánk, semmi veszíteni valójuk nincs. Ezen a mérkőzésen úgy gondolom, hogy megint csak mi veszíthetünk. Minimum azt a hozzáállást várnám el a srácoktól, amit a Kazincz Barcika ellenünk bemutatott. Úgyhogy ha ezt a hozzáállást a srácok ki tudják vonultatni a pályára, akkor úgy gondolom, hogy be fogjuk gyűjteni a három pontot. Anélkül, hogy konkrétumokat elmondanál, lesznek meglepetések a kezdőcsapatban, akár a játékosok, akár a szurkolók számára? Nézd, a keret adott, nekem is van nyilván egy elképzelésem a labdarúgásról. Még nem döntöttem el, hogy kiket fogok pályára küldeni. A fejemben már összeállt a hadrend, és az, hogy mit szeretnék látni holnap. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.